Sziasztok, én Körházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe az adósság családi feszültséget okoz. Én írtam az ingatlanosámok könyveket, enyém az ingatlanosámok klub. Ahova bármikor tudsz jelentkezni, talattan kattints, és akkor légy a tudástáramnak a aktív tagja. Ami a lényeg, én ezt azért gondoltam, ezt egy könyvből vettem egyébként, és nagyon igaz, ugyanis ha most a saját helyzetembe gondolok bele, ahol van egy feleségem, aki alkalmazott, én pedig vállalkozó vagyok, ha mások is járnak ilyen cipőben, akkor az azért tény, hogy a kettőnk, mondjuk úgy, hogy üzleti gondolkodása azért elválik egymástól, tehát az enyém ebbe az irányba megy, a másik abba az irányba, tehát hogy teljesen más egy alkalmazott és egy vállalkozó gondolkodás módja, és egy 20 plusz, 30 plusz év után ez azért eléggé látszik. És habár nekem szerencsém volt, mert a feleségem azért támogatta a különböző ötleteimet, bár ez nem volt összefüggésbe a hitelekkel, de az biztos, hogy egy hitelfelvétel, főleg, hogyha ha a másik oldal, mondjuk a párod nem látja ennek az, hogy ezt ő kényelmesen ki tudja fizetni. És a lehető legrosszabb stratégiánk tartom én, hogy igen, veszek ingatlant, és majd a bérlő fizeti, mert ahogy most azért látszik, hogy egy kis elmozdulás is okoz nagyon nagy feszültségeket, most ugye kamatlábemelés, mit tudom én, tehát én ezt ténylegesen úgy látom, hogy ez feszkót fog okozni. Amit tudsz tenni ilyenkor, mert mikor mi is hitelt vettünk fel, igen, a feleségem látta, hogy ha minden beborul, akkor mit csinálok, és azt látta, hogy akkor is én ezt tudni fogom fizetni. Tehát ugye a klubon belül oktatom azt, hogy igen, tegyél szert több forrás jövedelemre, ha ingatlant veszel, akkor az ingatlannak más egyéb dolgait is próbáld úgy hasznosítani, hogy ne legyél kitéve egy bérlőnek, vagy főleg egy rosszul fizető bérlőnek, vagy egy nem fizető bérlőnek, mert akkor az egész rózsaszín állam ez nagyon szerte fog fosztani. Tehát mondjuk úgy, hogy egy ilyen hitelre, adósságra, én azt mondom, hogy igenis alakíts ki egy bombabiztos tervet, hogyha a bérlő nincsen éppen, nem tudod kiadni az ingatlant, akkor is honnan van pénzed rá, ami nem a sajátod. Tehát azért az fontos, hogy az egy, hogy jó, mínuszos a történet, de hát keresek én annyit, én ezt ki tudom fizetni, mert akkor meg te is tulajdonképpen adós rabszolga leszel, tehát ugye az ingatlan befektetés nem erről szól, hogy adós rabszolga legyünk, hanem az, hogy tehát egy boldog ingatlan befektetőké váljunk. Jó, tehát én úgy gondolom, mindenképpen, ha nem akarsz feszkót, akkor igenis dolgozz ki egy olyan tervet, ahol máshonnan is hozol be pénzt, vagy pedig milyen módon tudsz pénzt behozni, nyilván erről szólnak majd a holnap után és az utáni videóim is. Egy picit ezt meg akarom neked világítani, mert nagyon sok ember nagyon lelkesen, veszek fel hitelt, mert most milyen alacsony ez, milyen alacsony az, és a végén meg sírnak és kiugrálnak az ablakon, mert elvesztik az ingatlant, és én nem szeretném, hogyha ez ismétlődne bárkivel. Legalábbis az ötlet is felmerülne bárkibe, hogy ő ilyet tesz magával, azért mert volt egy rossz döntése, ezeket mindig lehet korrigálni, ezeket a rossz döntéseket, csak az a kérdés, hogy melyik irányba. Jó, úgyhogy köszönöm, hogy megnéztél, iratkozz fel a hírlevelembe, itt alattam, legyél a Tudástár klubom tagja, és akkor még találkozunk. Szia!